Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai könyvbemutatókhoz, a Karikon kiadónak a még a könyvfesztiválra megjelent könyvét mutatjuk be, Szlankó Bálint, miért jó a demokrácia, hogy ez a könyvnek a címe mindenképpen azt mondja, hogy akkor megtudjuk, és ezt kérdezi, hogy miért jó a demokrácia, egyszerű válasz, a legkevésbé rossz, legalább is a könyv válasza el, de nem ilyen egyszerű a könyv, hogy az összes lehetséges forma közül valószínűleg ezt tartalmazza a legkevesebb, de nyilvánvaló, mondjuk a könyv megszületésnek körülményeket már kérdezni fogom. Tehát itt az az aggodalom és az a kortapasztalat, vagy jelenkori tapasztalatunk volt, hogy nem igazán hiszünk benne. Azt gondoljuk az elmúlt 20-valahány évben, hogy ez valahogy nem kóser. Valamiért nem az, amit vártunk, már aki nem magadról, vagy így a közösről van szó. Viszont is ez a könyv erénye, hogy nem a magyar aklápolitikai helyzetnek valamiféle politikai pamfletje vagy analízise, ennél többre, tágabbra is tekint, nem hagyja ki a magyar helyzetet, de sokkal inkább egy mondjuk így elméleti vagy politika elméleti esszé, illetve azokat a tapasztalatokat és megfontolásokat járja körbe. Ez valamiféleképpen az írás módja, észjárás, ez a körbejárás, újra és újra odatérés elmegy másfelé, amelyek a demokráciának a történetét és jelenkori analízisét jelenti. Tehát akkor kérdezem számodra, miért volt fontos ez a címlepe, az a kérdés, amivel kötetet írta, hogy a demokrácia mellett értelni kell. Hát köszönöm, hogy ilyesben eljöttek. Igen, tehát ez, én 2007-ben kezdtem el gondolkodni ezen a könyvön. Ezzel is azt akarom aláhúzni, amit Sándor mondott, hogy ennek sokkal szélesebb vonatkozásai, meg szélesebb indítékai vannak, mint magyarországi politika. 2007-ben a legfontosabb ilyen meghatározó globális politikai történet az autokratikus nagyhatalmaknak, különösen Oroszországnak és Kínának a fölemelkedése, megerősödése volt, illetve ezzel párhuzamosan a nagy gazdasági válságnak a kezdete. És ezek olyan folyamatok voltak, amelyekkel kapcsolatban én úgy éreztem, hogy az a fajta ilyen magától értetődés, automatikus hit, ami ezeket az alapvető nyugati értékeket, mint a demokrácia, illetve még más értékek is, mint a szabadpiaci kapitalizmus, mint a liberalizmus, ezeket nem növezi most már olyan automatikus elismertséggel ismerés, mint a megelőző 20 évben, ilyen a berlini falnak a levonása után. És ezt szerintem tökre számon lehetett érni a közgondolkodásban. Magyarországon, mert ez volt egy magyarországi betöltés, amelynek ugye akár egy máshol indulnak, meg miért indulnak, van egy ilyen. Azt én azt gondolom, hogy én pont az a generáció, hogy én 79-en születtem, tehát a 90-es évek elején eszméltem, hogyha mondhatom ezt, amely számára a demokrácia egyfelől természetes, másfelől viszont elég megkerülhetetlen volt számomra az érzés, hogy úgy természetes, hogy valójában mégsem természetes, tehát hogy belecsöppentünk egy ilyen rendszerbe, egy ilyen ideológiai közegbe, és igazából nem vagyunk arról meggyőződve, hogy ez feltétlenül olyan jó nekünk, és hát nyilván azért nem, mert ez egy csomó csalódást is okozott, tehát nem biztos, hogy azokat az eredményeket, azokat a dolgokat elhozta, amikre esetleg számítottunk. És azért azt gondolom, hogy úgy globálisan, mint magyar viszonylatban ezek az értékek egyfajta újravizsgálatra szorulnak. És az újravizsgálat az én szempontokban az, hogy én hiszek ezekben az értékekben mély meggyőződésen, és azt gondoltam, hogy én úgy tudok ehhez hozzájárulni, hogy megpróbálom elmagyarázni azt, hogy szerintem ez miért jó. És valahogy az, hogy miért adom meg a demokrácia, egy nagyon technikai értelemben, ez csak azért, mert ez egy munkacím, és rajtam a könyvön. De hát azért, de ez egy jó cím, mert valójában erről szólt. Tehát én vagy egy jó kérdés, mert egy könyv nem feltétlenül válaszokban, hanem az, hogy akár filozófiai, bármilyen kérdés, vagy a költészet az irodalom is, hogy kérdéseket tesz fel az irodalom, vagy a könyv nem feltétlenül válaszokat. Ez evidens kérdés. A gyerek, és tökéletesen mindig az az érdekes, hogy a gyerek is tökéletesen evidens dolgokra kell rákérdezni, hogy ez miképpen. És én azt kérdezem, hogy utaltál, ugye, hogy a jelen krízise Magyarországon is az, hogy ugye a gazdasági válság itt van, és a fölzárkózás, hogy a válságból való kilábalás, ez nagyon sok nálunk tekintélyesebb ember azt mondja, hogy hát igen, Kína, Oroszország, vagy Chile, vagy Dél-Korea nagy felzárkózási kísérlet, nem demokratikusak. Tehát az autokratikus formák sokkal hatékonyabbak, lépjük már meg, aztán majd leszünk demokraták, de most ezt a kis 100 évet még töltsük el egy valamiféle sokkal erőteljesebb egy autokratikus. És ugye Kelet-Európa erre elég fogékony.
csak ez a gazdasággal kapcsolatosan, miért nem igaz akkor ez az érvelés? Igen, persze nagyon tetteljátő, azért is említettem Kínát, hogy Kína a csodálatos példa, Kína az ország, aminek valósan jelenléte kulturálisan és gazdaságilag és politikailag is, és minden más értelemben nagyon tetteljátő, most már is ugye könnyen vannak olyan emberek, akik azt állítják, hogy hamarosan ez egyes számú szuperhatalom és megölő az Egyesült Államokat, és a legfontosabb dolog Kínával kapcsolatosan az, hogy nem lehetne észre, hogy ez nem egy demokratikus ország, tehát ez egy pártrendszer, egy rendőrállam rendkívül erős, társadalmi és politikai gondolok, és ugye fölmegy a kérdés elkerülhetetlen, hogy hát ugye a kínaiaknak ilyen marha jól megy, ugye a demokrácián érkül, akkor lehet, hogy valójában a demokráciának fontos volt. Most nem akarok egyébként nagyon elmenni Kínában, Kínában foglalkozik egy fejezet ebben a könyvben, az a válasz arra, hogy ez az év, vagy az én válaszom erre a kérdés az, hogy Kína azért nem demokratikus most még egyelőre, mert a gazdaság és a társadalmi fejlődésnek arra szintjére jutott el, ahol a demokrácia általában jelentkezik, tehát mi nem rendelkezik olyan erős középosztállyal döntően, és azt gondolom, hogy az a véleményem, hogy ahhoz, hogy Kína megőrizze ezt a lendületet, és egy valóban modern és társadalommal és erős gazdasága és hatalommal válasson, az előbb-utóbb valamilyen másfajta rendszerrel kell szétszertenie. Tehát előbb-utóbb demokratizálódni kell egészen pontosan. Így van, mert hogy anélkül ennek nem szakmám, tehát néhány dologban teljes mértékben, akik közgazdasággal vagy gazdasággal foglalkoznak, azt mondják, hogy bizonyos szintig, akár a Dél-Korea csoda, vagy ezek, elérnek egyfajta növekedést, ahol szükségszerűvé válik azt a formát levessék, és demokratizálódjanak, mert ez a világ sem áll meg. Hát ezek a krízis elméletek, ez azt gondolják, hogy az Egyesült Államok, vagy a nyugati demokrácia, ez nem, a krízisekben nem innovatív, tehát hogy nem megújul, a krízisekben mindig úgy érnek ki, és a demokratikus államok tudnak tulajdonképpen a krízisekben leginkább, éppen a magyar szólamokkal ellentétben ez a sok tekintetben fölkapott Gornét Európa ellenesé pont azt a dolgot tagadja meg, ami a nyugati kultúrának és demokráciának a legfőbb értéke, hogy nem valamiféle kész terv szerint működik, hogy van a kapitalizmusnak a demokráciának egy terve, de a kihívásokra, amelyek a gazdaságot és akár a politikai rendszereket ér, a legrugalmasabban tudja, szemben az autokratikus formákkal. Igen, tehát hogyha, ez egy fontos megállítás a könyvben egyébként, hogy nagyon sokszor esik arra, hogy a demokráciák azok milyen sokat vacilálnak, úgymond, és hogy ezért mennyire alacsony a hatékonyság, és ezzel szemben az autokratikus országok, a diktatúrák azok néha határozottan navigálnak az események hullámai, szerintem pont fordítottja ennek az igaz. A demokráciák azok sokkal nyitottabban működnek. Lehet, hogy sokat vacilálnak, de mert kevesebb hibát is követnek el, és kevesebb gazságot is követnek el az emberekkel szemben, ami pedig a stabilitásokat illeti, azt hiszem, hogy az elmúlt néhány év az alaposan cáfolta azt a nézetet, hogy az autokratikus országokat erősödnek, hiszen ez a gazdasági válság nyomán kirobbant forrongások, amik ugye az egész világban, de különösen a közelkedet jelentik, azok már négy autokráciát is elsöpörtek, demokráciát viszont egyet sem. És az egész egyszerűen azért van így, mert demokráciáról vannak legális és bevett eszközök arra, hogy az emberek megválasztják a vezetőiket, még az autokráciában nincsen, hiszen ott nincsenek választások. Még az, hogy gyorsan is szeretnék kitérni, hogy elmerülünk ennek az egésznek itt a metafizikájában, hogy akik esetleg... Nem sokkal konkrétabbak leszünk, ezért nem szeretnék végig ilyen absztrakt módon beszélni. Hogy akik esetleg szokták követni a tevékenységet, azok tudják, hogy elsősorban újságírók, és az újságíráson belül is különösen az ilyen fegyveres konfliktusokra szoktam foglalkozni. És ezen belül is... Hogy elhozom, nem mertem megkérdezni, most egy komoly emberként akarok mutatni, és egy másik élet. Ez hogy tér össze a kettőben már? Hogy kerül a csizma az asztal? Rögtön válaszolok erre a kérdésre, csak először még azt szeretném mondani, hogy a fegyveres konfliktusokon belül is elsősorban az elmúlt néhány évben az arab tavasszal foglalkoztanak. 2011 óta az arab világban lezajlott forradalmakkal, és azóta egyes esetekben polgárháború váltsuk a forradalmakat. És ez elég nehéz, szóval erről elég nehéz úgy, ez elég nehéz így átadni ezt a tapasztalatot, de az egyik dolog, amit ebből elhoztam magamból, az, ami szerintem bennünk már nincsen meg, mert nekünk csak az örünkbe kottyant ez az egész dolog. Hogy tényleg vannak olyan emberek, és vannak olyan egész társadalmak, akiknek annyira fontos ez az egész dolog, hogy szabadságban és az elnyomástól mentesen élnek. Annyira látják ennek a fontosságát, már ugye azért látják, mert rendőrállam volt a kénytelen évtizedeken keresztül élni, hogy valóban készen állnak arra, hogy az életüket adják ezért az egészet. És ez nekem nagyon fájdalmas az, amikor úgy érzem, hogy kicsúszik a kezünkből ennek az egész dolognak az értékelése valahogy, mert úgy érezzük, hogy ez valójában nem olyan fontos, mert tulajdonképpen tök jó el vagyunk
És hogy igazából nem olyan fontos az egyéni szabadság, és igazából nem olyan fontos a szavazati jog, és nem olyan fontosak ezek a dolgok, mert azt hiszük, hogy természetes, és szerintem a szabadság olyan, mint a levegő. És akkor veszük csak észre, hogy hiányzik, hogyha hiányzik, de akkor nagyon hiányzik. És akkor annyira hiányzik, hogy fiatal embereknek és gyerekeknek és nőknek az SZD képesek arra, hogy fegyverre vegyenek tankokkal és tüzérségi eszközökkel és repülőgépekkel szemben. Tudom, hogy így van, mert látom, tehát én hónapokat töltöttem az elmúlt két évben Líbiában és Szíriában és Egyiptomban is, és látom, hogy mi minden képes az ember. És egyébként az nem kell olyan távol legyen tőlünk vissza, hogy a Magyarországon is voltak forradalmak, ugye utoljára nem is olyan régen, 1956-ban, ahol sokan ezt tették, tehát képesek voltak arra, hogy T-52-es átszolgott halkocsival szemben. Egy másik generációs tartozó emberként, hadd mondjam, ugye egy tényleg döbbenetes a Kádár korszak iránt, hogy ez a diktatúra emléke el. Az emberek 5 perc alatt elfelejtett, hogy valóban rendben áll, ugye, aki a besúgó jelentéseket, még 89, nem tudom meddig is. Tehát egy pillanatig az a kerete, hogy egy diktatúra, az nem szűnik meg, és csak ez a váltás van. Tehát és nem véletlen, hogy a magyar társadalom mennyire fáj, és a demokrácia nem érett, hogy ezt az egész ügyet, ami az ügynök kérdés, rendőrállam, személyi szabadság korlátozás, az a valami, a kádárizmusnak ez a viszonylagos jóléte maradt meg, és ez a az, hogy elnyomtak bennünket, na és kit érdekel, és ehhez képest ugye, hogy az, hogy ez a levegő dolog, hogy szabadak vagyunk, ez nem érdekes, már ugye az történik, hogy minek is ez a végtelen szabadság, mert nincs munkám. De közben ugye az, hogy a munkának a felét nem kap, vagy milyen ruhákba jártak az emberek, hogy nézzék meg a 89 utáni parlamenti képviselőről lehetetlen szó, hogy meg az a fajta szegénység, hogy a társadalom egészen létezett, és a munkák az töredékét kapta meg, és közben még el is nyomtak rendesen bennünket, 20 év alatt egyfajta aranykorrá válik, hogy milyen hamar elmúlik ez a szemlék, miközben valóban jelenleg, hogy na most a másik kérdésemre válaszol. Igen, az volt a másik kérdés, hogy hogyan fél össze ez a két dolog. Igen. Hát úgy fél össze, hogy nem is tudom, erre hogy a válaszok volna, tök egyszerű a válasz, több mint egy, engem nem csak egy dolog érdekel, hanem több mint egy dolog. Egész jól megfél bennem, hogy érdekelnek a fegyveres konfliktusok és a demokrácia is. És mint mondtam, elközött van is némi kapcsolat. De most egy mondjuk például a műfajában, hát, hogy a haditudósító, aki elmegy, nyilván ezért életforralra valamit azért mesélj, mert számomra is néhányszor mondtál, hogy hogyan ez, hogy az ember azt gondolja, hogy el kell menjek Szíriába, és nem jövök vissza. Hú, ez lehet, hogy majd egy következő körének a tárgyak előtt. Én nem tudom pontosan ezeket a kérdéseket, én sem most még megválaszolom, ezeket nagyon sokat gondolkodom, egyszerűen ez az újságíró tevékenység részeként. Most ezek a dolgok, ezek a történetek érdekelnek, meg motivál a kihívás is, meg a kaland, meg az izgalom, meg nem szégyenem bevallani a pénz is. És közben marad annyi időm, mert ezt igazából csak ilyen félállásnak csinálom, hogy más dolgokkal is foglalkozzak. Egyébként csalók ezeknek, hogy ilyen vékony, hogy csak 190 volt, de ehhez képest már 4 vagy 5 évig tartott megírni. Tehát ez egy ilyen, inkább ez volt így az ilyen beta projektem, és inkább a haditudósítás volt az első. Az előző könyv az Afganisztánra és a Magyar Honvédségről szólt, akkor így együtt volt ez a két dolog. Nem tudom, tényleg ez a válasz, hogy több mint egy dolog érdekel, és még egy ilyen újságírós kérdést hadd tegyek föl, mert nyilván többieket is érdekel, mert köztudomásom nyilván hírekből vagy, akik itt vannak, hogy azért ez az utolsó kaland után visszamenek, hogy elfogtad téged, és legalább egy napig nem gondoltad, hogy te visszajössz, hogy miért mentél el, vagy visszamentél el, vagy óvatosabbá váltál, vagy változtattál-e stratégiát? Igen, szóval, hogy esetleg nem tudja, akkor azt történt velem januárban, hogy egy Aleppóban, Észak-Szíriában egy ismeretlen fegyveres csoport. Ez nagyon jó, ezt még azon legegyébként, hogy azt idézem, hogy a konzul írta jelentésére, csodálatosan fogalmazta nekem az egésznek a drámáját, teljesen sikerült kiszivattyúzni a bürokratikus kifejezésekre, azt írta. Szóval a jegyzőkönyvben, hogy közigazgatás nélküli területen háborús övezetben ismeretlen fegyveres csoport értékei közötti úti okmány átadására készítette. Csodálatos, és ezt anélkül csinálta, bal kezét, hogy elég látni még mindig olyat, hogy így megállt van egy pillanat, és gondolkodott, hogy ez a magyar konzulant. Nagyon szép volt az egész. Na igen, szóval ez történt, de nem csak az értékeim átadására készítettek, hanem meg is bilincselt. Legközelebb értele konzulat. És egy ilyen cellában tartottak fogva egy mexikói és egy baszk újságíró. Aztán elengedtek minket egy nap múlva, hogy bármifajta
magyarázattal szolgáltak volna, illetve valaha föltettek volna akár egyetlen kérdést is, úgyhogy nem tudom, hogy kik voltak azok az emberek, és mit akartak velem, szerencsém volt. És igen, az volt a kérdés, hogy azóta voltam a Szíriában, igaz, azóta voltam Szíriában. Lehet, hogy nem a megfelelő tanulságokat vonom le ezekből az eseményekből. A nagyon már lehet, és ezt mondja. Én úgy érzem, hogy levont a megfelelő tanulságokat, tehát a biztonsági procedúráimat azokat alaposan megváltoztatom, és átadottam. És azt hiszem, hogy ugye, hogyha minden rendjén megy, akkor nem fog még egyszer ilyesmi előfordulni. De persze az is nem, hogy igen. Ez a szír vonalon, vagy úgy említem, ma olvasottam, hogy a dolgokon támogatja. Szerinted ez a szír helyzet körülbelül meddig ad neked munkát? Magyarul szerinted ez a dolog, amely a társadalmat mérsékeltel foglalkoztatja, feltem, hogy Szíria annyira nincs az agyunkban, de ez a történet mikor fordulhat át? Őszintén szóval nem tudom, ami engem illeti napról, mi minden nap újra értéken azt tudok, minden olvasom híreket, és minden nap újra elgondolkodom azon, hogy a biztonsági körülmények lehetővé teszik-e azt, hogy még egy utat tegyek. Már hétszer volt meddig összesen, és mindig tervezek egy újra, de mindig újra és újra gondolom, hogy érdemes menni, elég biztonságos, és lehet-e elég munkát elvégezni ezek között a körülmények között. Ami a magának a konfliktusnak az alakulását illeti, hát őszintén szóval fogalma nincs, de azt gondolom, hogy lehet, hogy ez így évekig fog zajlani. És annyira masszív ez az ország. Itt igen, egy ilyen libanonizációt kezdott lébrelni az országban, és akár évekig, évtizedek is tarthat ez a most már ilyen törzsek és etnikumok és vallási csoportra közötti polgárnálok. Jó, akkor térjük vissza ez a demokrácia képviselőjéhez, hogy ebben a szempontból nem változik, de ugye még egy ilyen személyes, nagyon kevesítő személy előtt, egy Angliában végezte a iskoláinak egy részét, és ebben a könyvben van egy ilyen angol szár, akár egy teoretikus könyv, mindig nagyon konkrét dolgokról beszél, mindig azokat az elvi kérdéseket, ott van, ami az angol szár szerintem a legjobb, a tapinthatóság, a tapasztalatiság. Számodra ez a dolog, amikor ezt kihívásként megjelentek, mi volt az angol demokrácia, volt a modellje, vagy az a tapasztalat, amit mondjuk diákként megismerte az angol demokrácia működés, mert ahogy érvelt is például, ami a magyar demokrácia bennünk, hogy mennyire nem vagyunk demokraták, hogy ezt a kompromisszumot, a demokráciának a lényeg, hogy a másik érdekének, felének, véleményének a bekalkulálása. Itt a legokosabb ember is azt gondolja, hogy 100 vagy 110% igazat. Inkább az útvariasság szerintem. Tehát egyébként az angol demokrácia az egy meglehetősen agresszív tud lenni gyakran maga is. Ez is egy többségi demokrácia modell, ahol gyakorlatilag nem is korlátlan, de meglehetősen teljes hatalom kerül a győztesnek kezébe. És inkább a szokások korlátoznak a győztesnek, a kormánynak, a többségnek a hatalmát sem, mint ilyen erős alkotmányos végek, mint Amerikában például. Inkább mindig szóval szerintem Amerikában, inkább az angol politikai kultúrában, ami fontos, azt szerintem inkább az udvarias és az türelmes magaviselet. Nem is annyira a kompromisszumkészség, mert például a thatcherizmus gyülekedésből sem jellemző a kompromisszumkészség. Inkább tényleg az, hogy a normális hangnem szerintem. Ez. És ami azt jelenti, hogy nekem mi fontos, nem tudom. Én nem voltam annyira én 4 évet éltem Londonban, nem voltam annyira elmerülve a politikában, én informatikusan készültem, és akkor inkább azok a dolgok foglalkoztattak. Mit is akarom mondani? De most éppen mondtad, hogy ez a fajta türelem, ami akár politikát jellemezte, hogy az angol mindennapokat, vagy a dolgoknak a másik, egy politikai véleményének. Most azt, hogy ezt szokták nekem mások is mondani az újságírásom, hogy annak van egy ilyen angolos újságíró érdekes, szerintem ennek ez inkább csak annak lehet köszönhető, hogy az egyetlen idegen nyelv, amit én ismerek, az az angol. Tehát hogyha valahonnan egy másik európai kultúrából merítem az ismereteimet, akkor az csak az angol lehet, mert más nyelven nem beszélek meg ezeket az újságokat és ezeket a könyveket olvasom. Szóval végül is ez lehet, hogy csak véletlen. Vagy nem az, hogy véletlen, mert nem véletlen, de igen, tehát ennek az én életpályából fakad ez, mint egy ilyen nagyon határozott céltásból. És azt a vélekedést, ami gyakran elhangzik, anélkül szintén megint nagyon a konkrét politizása, a magyar politika, a demokrácia válság, oké, hogy ez már nem is demokrácia, itt már fölváltotta egy, mit tudom én, milyen Putyinba volt Lukasenko-féle rendszer. Tehát, hogy ez demokrácia, hogy rossz demokrácia, két is, mi az, ami tulajdonképpen ebben a dologban még érve a demokrácia mellett Magyarországon? Hát erre két válasz, az egyik válasz az, hogy igen, még demokrácia, hogy az ugye a demokrácia legszorosabb, legszűkebb definíciójában azt jelenti, hogy egy olyan rendszer, ahol lehetőség adódik rendszeresen és gyakran arra, hogy a kormányzottak azok leváltsák a kormányzóikat és új kormányzókat is találjanak helyükbe. Szerintem most még ez a lehetőség alatt Magyarországon.
Tehát egy szűk értelmevet mindenképpen demokráciára beszélünk, de a könyv az arról szól szerintem leginkább, hogy ez a legfontosabb üzenete, vagy az egyik legfontosabb üzenete, hogy ennél sokkal többről szól a demokrácia és azok a szokások, amelyek tűlemre intenek, azok a szokások, amelyek a kisebbségek és az egyének vélelmét írják elő, ezek mind gazdagítják a demokráciát, és a demokrácia akkor működhet igazán jól, ha nem csak arról szól, hogy egy győztes kormányoz, és addig mindenki másnak kus legyen, hanem arról is, hogy a többieknek a véleményét is figyelszük. Bizonyos fokig, hogy a többieknek az érdekei, a többieknek az alapvető érdekei is tiszteletben vannak tartva, és akkor működhet, akkor ez stabil egyszerre, és akkor ez dinamikus egyszerre. Tehát azok az értékek, amiket a demokráciának tulajdonítok ebben a könyvben, és ide tartozik ugye többek között, az nagyon innovatív például, tehát hogy sokkal jobban kiteljesedhet benne az ember egyénisége, és ezért az embernek az innováció, és az embernek a találékonyság, és az ötletessége, és napjainkban ez a legfontosabb napjaink gazdaságban. Szóval, hogyha ezeket a dolgokat el szeretnénk kérni, akkor a demokráciának arra a részére van leginkább szükségünk, ami túlmutat a választásokon és a többséghatalmán, tehát az egyén szabadságon történetesen, és azokon a szokásokon, és azokon a jogszabályokon, és azokon az intézményeken, amelyek az egyének és a kisebbségnek az érdekét védik, miközben azért azt is lehetővé kell tenni, persze, hogy a többség, a fölhatalmazott többség az kormányítása. Tehát ennek a kettő dolgnak az egyensúlyáról szól szerintem egy modern és jó működő demokrácia, és ezt taglalja meg inkább a könyv. Most ebben az értelemben, hogy így teszik fel a kérdést, akkor Magyarország nagyon sokat veszített szerintem az elmúlt 3 évben. Tehát én nem akarom megkérdőjelezni azt, hogy jelenleg kormányzó kormány az demokrata volna el, nem ez a legális kérdés szerintem, de ők mindenképpen egy olyan demokrácia értelmezést követnek, amely szerint a többségé minden hatalom, és amely szerint nincsen szükség olyan intézményekre, nincsen szükség olyan gyakorlatokra és szokásokra, nincsen szükség olyan jogszabályokra, amelyek a többség hatalmát menet közben akadályozzák a kisebbség vélelme érdekében. Ők ebben nem hisznek. Ez egy másfajta demokrácia, ez is legitim, tehát erről lehet legitim vitát folytatni, ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem akarom azt mondani, hogy ők nem demokraták. Csak ez egy másfajta demokrácia modell, nekem ez nem szimpatikus, annyira azt gondolom, hogy a 21. században nekem nem erre volna szükségünk. És arról miként jelkezik a könyvben, hogy kevésbé tárgya, de tulajdonképpen a magyar értelmiségben is gyakran fogalmazódik meg az a vélemény, nem csak, hogy a demokrácia és a nyugati társadalmak unalmasa, hanem többen ugye nagyon erősen gazdaság és versenycentrikusa, és ez nem kedvez a kultúrának. Ezt tapasztalhatunk is, hogy a kultúrának mondjuk a háttérbe szorulása, és az a magas kultúrának, a tömegkultúrával szemben élvesztése, tulajdonképpen sok tekintetben az értelmiségnek egy részében legalábbis megfogalmazódik ez a demokráciától való távolságtartás valamiféle új arisztokratizmusnak, amire itt is történnek ilyen kulturális kísérletek. Őszintén szóval nincsenek határozott, de az kétségtelen, hogy a modern tömegdemokrácia az elég zajos és közönséges és vulgáris tud lenni, és ez nem biztos, hogy jót tesz az arisztokratikus értékeknek és kultúrának. És vannak például John Lukács, akiknek ez az egyik fő kritikája a modern demokrácia szemben. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez szükségszerűen igaz volna, aki ezt először megfogalmazta a kritikát, az Tocqueville volt, hogy az a francia diplomata, aki a 19. század elején Amerikába látogatott és írt volna egy híres könyvet, hogy a demokrácia Amerikában. Szóval ő azt mondta, hogy Amerika annyira közönséges, és a demokrácia miatt közönséges annyira, hogy nem csoda az, hogy nincsenek jó amerikai írók. Az a jövőség, hogy a Tocqueville rengeteg már jó amerikai író van. Ez még a mai Nobel-i bizottság is sokszor így gondolja, elég vicces, igen, lássuk be. De nagyszerű amerikai írók vannak, igen, elképzelhető, hogy a demokrácia az a zajos, hogy lehet, hogy ennek a modern változat a zajos és az arisztokratikus értékeknek nem kedvező, de közben meg az is igaz, hogy az autokratikus ország, szerintem az autokratikus országoknak a zárt kultúrája, az sem feltétlenül kedvez egyébként a magas kultúrán. De vannak olyan országok, ahol valami fajta jó egyensúlytalan érvényesül, de azok az autokratikus országokban én jártam, ugye a közel-keleten, ott egyáltalán nincsen semmilyen kultúra, inkább csak a hivatalos, az unalmas hivatalos. Tehát ott nem létezik ez a hivatalos kultúrával szembeálló, mondjuk underground vagy ellenzéki kultúra. Minimális. Azt hiszem, ez a nosztalgia Magyarországon sok tekintetben ebből táplálkozik, hogy mondjuk a 70-es, 80-as éveknek a kultúrában lévő ellenbeszéde a hivatalos kurzussal és a akkori ideológiával szemben megfogalmazva. Ez biztos, hogy a zártság az termel érdekes dolgokat. Termel ellenállást, meg termel abszurdot. Ez a könyvben is szó van, hogy
hogy a kelet-európai irodalom az részben hagyományosan pont azért érdekes, mert egyfajta elnyomás alatt áll mindig ugye ez a fajta, az abszolút regények, és az a gúny, és az irónia, ami jellemző a kelet-európai embert, és az írót, az talán részben annak köszönhető pont, hogy nem teljesedhet teljesen, hanem hogy elnyomás alatt áll. De közben azt gondolom, hogy végeredményben és összességében a kultúrának a legfontosabb, ami a legfontosabb a kultúrának, az a szabad levegő. Tehát az, hogy áramolhassanak a gondolatok, az ötletek, és az emberek érintkeztessenek egymásra, és kimondhassák azt, amit gondoljanak. Tehát mégiscsak így születnek leginkább az érdekes gondolatok, hogy az emberek beszélhetnek. Ha nem beszélhetnek, hogy a kus van, akkor kus van. Szóval... Ja, a könyvben nagyon érdekes aspektus, hogy nem idealizál a demokráciákat, ugye miért jó a demokrácia kérdés, nem egy olyan utopista alapállásból született, ami elvonta, mert nagyon sok történeti példával meg egyebekkel a demokrácia anomáliáiról is beszél, és mindig van egy ilyen mégis, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt is, amit már részben is elmondta, hogy unalmas, hogy kompromisszum, vagy nézve a fantáziáknak, hogy helyenként kultúrára, stb. És mégis ugye azt mondta, hogy minden, mert az az érdekes, hogy amit a beszélgetésben is előtt, hogy már diktatórikus vagy autokratikus rendszerek, mondjuk a kultúra fölértékel, és egyáltalán nem feltétlenül következik magából. Lehet, hogy például a fantáziák és kultúráknak az ellenállásuk, a kultúrát kitüntette a Kádár rendszerbe, ettől az a rendszer volt, ami. Először azt gondoltam, amikor elkezdtem írni a könyvet, és évekig tartott, meg rájöttem, mi a jó módja ezt a témát megfogni. Szóval egyszerűen az volt az, hogy fölteszem ezt a kérdést, hogy miért jó a demokrácia, és akkor megpróbálok erre ilyen jól hangzó válaszokat találni. És végülis ez van a könyvnek az első harmadáma körülbelül, hogy megpróbálom ezt nagyon egyszerűen elmondani példákkal. De szerintem a könyvnek sokkal érdekesebb a második része, ami arról szól, hogy a második fele, hogy mik azok a dolgok, amikre szükség van ahhoz, hogy a demokrácia jól működjön. És szerintem ez a legérdekesebb egyébként, mert ahogy mondod, nem idealizál össze egész dolgot, és sok szó van arról, hogy ezeket és ezeket a dolgokat hogyan kell csinálni ahhoz, hogy ez az egész rendszer kiteljesedhessen, és hogy ez nincs, akkor nem fog magától működni, és semmi következik belőle automatikusan, és az egész. Igen, és az egész unalmas lesz, és igen, ez a legfontosabb, mert ugye azt gondoljuk, hogy van egy keret, és akkor ez nem rajtunk múlik, hogy ez a nagyon mélyen depolitizált kádárizmus világa, és a mostani helyzet is abban a szempontból, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy hát nekem az a hely, nem tudok kire szavazni, nem tudok, hogy mit csinálni, nekem nem rajtam múlik semmi, hát akkor csendben el kell viselnem. Egyik szörnyen, mint a másik, mert például korruptak a politikusok, ezeket rá, ugye tegnapi kis performance a cseh parlamentbe, hogy 400-an megszállták, és akkor ezt várnánk, hogy így úgy bekövetkezzen, de ugye ez magunktól kellett csinálni. Igen, szerintem ezért lehetünk csalódtak, mert azt gondoljuk, hogy most már demokrácia, és ehhez képest mégis mindig én ilyen szar. Holott ez csak egy keret, tehát igen. Az, hogy választások vannak, meg hatalom, a három hatalmi ág, meg ezek a dolgok, szóval nem jöntenek, hogy most semmit az intézményeket, emberek törtik ki, és gyakorlat van, és arra, hogy ez a felnőtteknek a rendszer ez az egész. Tehát az emberek arról szól, hogy az emberek felelősséget kell vállalni a saját nyomorúságos kis sorsáért, nem pedig leülni, és akkor bámulni a fejből ilyen szomorúan és dacosan, hanem a kezére kell venni a saját sorsát és felelősséget kell vállalni, és az a rendszer ad rá leginkább a lehetőséget az összes közül. Nem ideális messze, tehát ugye elég nehéz azt nem észrevenni, hogy ugye valamelyiknek 1-8 millió választási egybeleszólása abban, hogy ki lesz a következő miniszterelnök, tehát az a beleszólás, mint a demokrácia végeredmény, mert a közügyek gyakorlás meg az elég kicsi, de még mindig ez engedi a legtöbbet azok közül a rendszerek közül, amelyek rendelkezésen van. De ahhoz, hogy ez eredményezhessen, ahhoz meg kell ragadni, szóval ahhoz tenni kell, és gondolkodni kell, meg értekezni, meg kommunikálni, meg kompromisszumokat kötni, meg nem tűhösnek lenni azonnal a másikra, szóval ilyen gyakorlatokat. Ugye az a legfontosabb, itt egy fölösen egyébként a másik kezdet, ez gyorsan elmondom, mert szerintem az nagyon nehéz megérdemli az említést, azt erről beszéltünk elég végig valójában, hogy mik azok a dolgok, amikre a demokrácia szempontjából szükség van, és itt van egy csomó ilyen érdekes ilyen szociológiai dolog, hogy például azokban az országban, ahol működik jó a demokrácia, elég nagy a középosztály. Ez elég nagy közhely, ezt mindenki tudja, de ami a legfontosabb szerintem, és erről nagyon sok szó esik, hogy leginkább demokratákra van szükség. Tehát hiába vannak intézményeknek, hiába van most a középosztálynak, hiába van gazdasági növekedés, meg és a többi azok a dolgok, amiket valószínűleg valamennyien tanultunk, hogy miért fontos. A legfontosabb az, hogy demokraták. Hogy nincsenek demokraták, és nem csak az elit köreiben, hanem általában a politikai közösségben, általában az emberek körében. Ha nem hiszünk ebben az egészben,
ha leszarjuk, nem értjük, nem érdekelünk az egész, ha fáradsz minket az egész, akkor az egész össze fog dőlni, vagy csak nagyon döcsőbe fog működni, és ilyen béna politikusokat, béna minisztereket, béna politikákat. Az a függ a helyzet, hogy ugye ez a mindegyik demokrácia alapvetően medializált demokrácia, és nagyon távol van, ott tapasztaljuk meg. De például ugye az Egyesült Államokon gyakran nevetünk, mert sok tekintetben minden a legfontosabban látszik a demokráciának ezen panelszerű vagy parodisztikus medializáltsága, azt mondja, nagyon kevesen tudják, hogy mennyivel tehát a saját világokat, a helyi önkormányzat, a saját kisügyeik világában mennyivel demokratikusabbak és mennyivel résztvevőbbek és természetesebben jelen vannak, ha tetszik, a mindennapi polgárok. Itt Magyarországon én magam is azt sem tudom, hogy ki az önkormányzat képvisel, meg nem veszek részt, ha tetszik, a helyi közösség ügyeibe, az ember a nagy politika foglalkoztatja, arról van ilyen-olyan véleménye, minden mély, bölcs, hülyeségek harmada, vagy ömlik belőle a hittam, vagy különböző szenvedély. És ugyanakkor ez a cselekvés, hogy mit és hogyan lehet az adott világon belül, vagy az én kis kertemben, vagy a közösségemben tenni, azt meg azt a már végképpen. És ez tulajdonképpen a legsúlyosabb örökség annak a kádárizmusnak, ez a depolitizáltság.